Jó estét kívánok, műsorvezetőtársam Bódi Mátyás nevében is Tóth Zsófia vagyok. Szeretettel köszöntöm minden kedves vendégünket, a Magyar Művészeti Akadémia irodalmi tagozatának 2016. évi őszi irodalmi gáláján. Tisztelettel köszöntjük az est valamennyi közreműködőjét, az írókat, költőket, színművészeket, zeneművészeket. Bízunk abban, hogy ebben a patinás, gyönyörű épületben kellemes időtöltést, magas szintű művészi élvezetet nyújt majd előadásunk. A mai esten az 1956-os Magyar Forradalom és Szabadságharc 60. évfordulója alkalmából az 1956-os Emlékév Bizottság támogatásával a Magyar Művészeti Akadémia kiadásában megjelent Támadó tűz voltunk című antológiát fogjuk bemutatni, melyet az irodalmi tagozat két tagja, Oláh János és Mezei Katalin szerkesztett. A mai itt elhangzó valamennyi verset és prózát ebből a gyűjteményből válogatta a szerkesztő. Magában foglalja ez a szép kivitelű ünnepi kötet, a forradalom idején született, azóta szinte a forradalom szimbólumává vált legemlékezetesebb alkotásokat, mint Márai Sándor, Füst Milán, Tamási Lajos, Éj és Gyula verseit, prózáit, de az újabb és újabb író és költőgenerációknak a forradalom hőseit és a megtorlás áldozatait megörökítő legfontosabb műveit is. A szerzők sorában ott találjuk a Magyar Művészeti Akadémia egykori és mai tagjait is, a már elhunytak közül például Nagy Gáspárt, Páskándi Gézát, Gyurkovics Tibort vagy Határ Győzőt. A szerkesztők és a kiadó szándéka szerint ez az antológia foglalatát adja az 1956-os forradalom irodalmának. Olyan irodalmi olvasókönyv, amely a 20. és 21. század legkiemelkedőbb alkotói segítségével hűségesen felidézi a történelmi eseményeket, a hősök és mártírok alakját. Az est során megismerkedünk majd a kötet születésének körülményeivel is. Beszélgetést hallunk az 56-os forradalomban egykor részt vett alkotókkal, a Kossuth-díjas Ág Istvánnal és a szintén Kossuth-díjas Buda Ferenccel, az antológia címadó versének költőjével. Mai estünk zenei közreműködői, a Magyar Állami Operaház művészei, az ő szereplésüket Ókovács Szilveszternek, a Magyar Állami Operaház főigazgatójának köszönhetjük. Őt majd arról kérdezzük, hogy milyen új bemutatókkal, neves zenei eseményekkel veszi ki részét a forradalmi évforduló megünnepléséből az általa vezetett nemzeti intézmény. Most pedig felkérem a Magyar Művészeti Akadémia elnökét, a Kossuth-díjas belsőépítészt, professzor emeritus Fekete György urat, az antológia előszavának szerzőjét, hogy mondja el köszöntő szavait. Milyen tisztelt gyülekezet, milyen tisztelt saját és vendégművészeink, muzsikusok, költők, írók. A Magyar Művészeti Akadémia nevébe köszönöm, hogy újra itt vagytok, hogy szívetek nyitva, szemetek csillog az 56 büszke vállalásával, várjátok a magyar irodalom moguljainak üzeneteit a világból és innen is, ahol még a hősi halottakat is hiteles igazolással az Úristen megtisztelte. Ma bemutatott remek könyv előszavában ezeknek a napoknak rendkívüliségéről többek között ezeket is írtam. 56 különös év volt, mert nem a történelem lépett át szokása szerint rajtunk, hanem néhány napra mi szabtunk irányt a történelemnek, amely nehezen nyugodván bele egy parányi nép vakmerőségébe nem adott érte jutalmat. Fegyverekkel intett meg bennünket, az intést pedig kontinensnyi látszatcsend követte abban a tévhitben, hogy egy ilyen vereség véglegessé tehető. A számítás nem jött be. Föld alatt és fölfelett írások nem esettek vetőmaggá, és az újabb és újabb vetések utánozhatatlan szépségükkel borultak zöldbe az emlékezések végtelen mezőin. Bezárt kertek otthoni melegében nyíltak virággá a gyászok, a megpróbáltatások, az igazságtalanságok és a hősiességek friss hajtásai és mind gyakrabban váltak imákká, legendás versorokká, megrendítő emlékezésekké. Nyomokban a szépség bátorításai hajtottak új ágakat, ezek egyre kitartóban álltak ellent romboló szándékú szélviharoknak egészen az új tavaszok eljöttéig. A nyomok pedig nem eltűntek, hanem kijelölték az új utak irányát, mert a nyomhagyás a gondolkodó ember legtermészetesebb és igazabb reflexe,
igazolásai lettek gyermekeink születése értelmének, az elhivatottság beteljesítésének egészen a mai elhívásokig. Ez pedig a mártírok sírkeresztjeinek a feliratától kezdve az újszületési anyakönyvi kivonatok közléséig egy tökéletes egység. Ugye egyetértetek velem? Pótolhatatlan létforma tehát az írás. A pártbeszédek helyett az emlékezők párbeszédei, ezek azok, amelyek a puszta olvasásból büszke hazafiakat élelnek, legyőzik a szellemi káoszt és szorgalmas nagytakarításra, belső rendre és hűségre tanítanak bennünket. Ennek egyik letéteményese a Magyar Művészeti Akadémia is. Legyen tehát ez az este sugárzó gyönyörűsége a magyar alkotó és előadó művészeteknek, és üzenet egyben mindazoknak is, akikben az emlékezés lángja nem lobban fel a szívük örök mécsesébe. Bennünk pedig a tisztító tűz lobogjon, mint egy fákja itt ma este, mert a halottak is ezt érdemlik, az élők is ezt érdemlik, és ti ma esti résztvevők is igazán ezt érdemlitek. Isten hozott benneteket. Első irodalmi összeállításunk előadói Újhelyi Kinga, Jászai díjas színművész, valamint Rátóti Zoltán érdemes művész, Császár Angela érdemes művész, Oberfrank Pál Jászai díjas színművész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagjai. Szabó Lőrinc. Meglepetések. Gyanútlan vers, október 15-én. Szájon csókol a pillanat, másik kést üt a szívedig. A harmadik halk tele hold, szívrózsája a negyedik. Van tömörédes, mint a méz, van lángvető csipkebokor, van mely egy elnémult világ, van mely kurjongat, mint a bor. Van, melyet észre sem veszünk, halhatatlan sóvárzene. Van mindenütt jelenvalós, van szétvivő mindenfele. Ez tűz, mely földet nyal körül, az egy katicát tapos el. Van gyermekkorba kérdezős, van, mely Afrikából felel. Van, melyben villájával az ördög felszúr a föld alól. Van atomgáz, bombahalál, s van legvégső csömör, mely oly bambán szeliden néz, oly öklentetőn és kedvesen, mint kifliből a sváb bogár, egy kolbászból a birkaszem. Egy hét múlva. Rá egy hét, pár óra alatt felnyüzsgött az országnyi boly, a dermedt Dávid talpra állt, s ledőlt a Góliát szobor. Sapkákra bimbó nyílt, magyar. Paritja benzint röpített. Hacaca, szólt a rádió. Éheztük a becsületet. Szabadság! Itt hordozta hős zászlaidat az ifjúság. S a sírt, melyből nép lép ki, már ámulva nézte a világ. 10 nap szabadság? 11. Csók szívre minden pillanat. És nem volt többé szégyen az, hogy a magyar nép fia vagy. 10 nap szabadság? 11. Tervfort, gyúlt, égett minden agy. Lombikban feszült a jövőnk, s temettük a halottakat. Ablakunk mind fény, gyertya láng, aztán már settengő gyanuk. Még egy éj, és Budapest köré vashernyók talpa szorult. December közepe. Aztán jajdult a hajnal, és reggelre ránk víradt az est. A 10 000 talpú tiport, s tótágas táncolt a groteszk. Ambrus vécéről vizavi akna jött, és ágyugajó.
Ágy mellől szekrény s fal. Kiment. Gimbelem, szólt a rádió. És valamit tanácskozott, és aztán ugyanaz megint, és züllött körben minden, a föld züllött szokása szerint, és a talpak jártak. Nem tudom. Már nem tudom, hogy volt és mi lett, már nem tudom, de teltek a napok, és az év hosszú hetek. Hallottuk Ausztriába, hogy húzták a deportált Dunát, és gyárakban ma is puskatűz ajánlotta a hacacát. De csak szájon csókol a perc, és jó remény némítja a jajt. Nem. Rabok tovább nem leszünk. És Isten, áld meg a magyart. Vörös Sándor, rapszódia a kivívott szabadságról. Lehet-e, hogy nem áll az óra, és hogy rabságunk ideje lejárt? Csodálkozva nézzük karunkon az elpattant bilincs gennyes nyomát. Mi eddig gúnyként hangzott a szabadság. Most nem mint szólam, közöttünk lebeg. Sorsunkat a kezünkbe vesszük, és zsarnokaink tűnjenek. Az én szavam még hősöket sose dicsérhetett korunk pöcegödrében. Köszöntelek, szabadsághősök! Világos után 107 évre harcotok végre győzött. Vívtatok szinte csupasz mellel, fegyveres cár és Paskievics ellen. Népek és lelkek elnyomóját Marx követőjének nevezzem. Szibéria vett körül minket, fagyos, ködös, szűk horizont, hol befagy minden terv virága, és bilincsben csörög a csont. A tundra a torkunkra lépett. Így tengődtünk több mint 10 évet. Az cseppe részek félnomádja, nyakunk markolva magyarázta, mi a műveltség és tudás, az élenjáró haladás. Rabtábor volt az egész ország. Határait jól őrizték. Bentipródott kétféle szerzet, hajszolt munkás, hajtó pribék. Emberevő bálvány előtt kellett mormolnunk, monoton imánk, hátunkon korbács csattogott, csúszkálhattunk, ó, bölcs atyánk. Plakát, brosúra harsogott, hogy épülünk, hogy haladunk, és zengnünk kellett, de szép, de jó, míg elhorták a kenyerünk, míg megmérgezték a borunk. A köd már foszlik. Visszanézve az ember csodálkozni kezd, szalamandrák, vagy mik vagyunk mi, hogy 10 évig kibírtuk ezt? Fúró szavak, vagy mik vezettek, hogy bimbóban ölték a jót, és díjazták a puha gerincet, az apja ellen besúgót? Itt lakályokat tenyésztettek özönével 10 év alatt. Érdem volt a jellemtelenség. Hogy győzzük most a jó utat? Ignác Rózsa, igazat játszottak.
1956. október 26-án. Mikor híre jött, hogy a parlament előtt halomra lőtték őket egy feneketlen pillanatban, mintha magam haldokolnék. Egyetlen gomolygó képben egyszerre állt elébem egész eddigi élete. 20 éves volt, vagy az még, ha él. Mit tett idáig? Bölcsész, tanult, kisdiákot tanított, fogalmazott. 16 éves korában írta első és eleve fióksírra ítélt novelláját. Komoly felelősségérzettel, s azzal a már rögeszmévé növő meggyőződéssel, hogy az igazság akkor is igazság, ha soha senki nem mondhatja ki hangosan. És most elment igazat szólni, inaszakadtáig igazat üvölteni a parlament elé. Gyávának nevezett, mikor kértem, hogy vigyázzon magára. A környékről már két anya tudja a biztos hírt, hogy az övé ott maradt, ahol az isteni ítélet erejével szakadt ki az elfojtott szó a torkokon. Este 6 óra felé telefonálják meg, hogy él. Látták. Az a tömeg szétoszlott már, és most egy másik emberár hullámai viszik valamelyik követség elé beszélni, beszélni, szólni, igazat ordítani. Mire hazatámolyog, nincs emberi hangja. Nem kérdem, megtapogatom. Él. És akkor beesik az ajtón egy ember, fuvart keres a fia holttestének. A jövő héten lett volna 14 éves. A 20 éves fiú megtántorodik, a volt tanítványa. Endrei Árpád 14 éves fiú, hősi halott. Hős. De hiszen a kis Endrei, akit Muki néven ismer az egész vidék, csintalanabb, vásottabb, elszántabb kiskölyök volt, mint a Pál utcai fiúk összes srácai egybevéve. Sűrű kötésű, kékszemű kis magyar volt. Neki volt a kerületben a legjobb gombfoci csapata. Ha 5 percig figyelt volna a tanóra alatt, kitűnő tanuló lehetett volna, mert esze, mint a kifent tőr, szúrt és villogott. De Muki mindig bukásra állt, mert nem figyelt oda. A számtan tudta, tanulás nélkül is, de ha irodalmat, történelmet kellett tanulnia, rá se rántott. Lenézte a hantás tárgyakat. A bölcsész nagyfiút azért vette egy időben mellé az apja, hogy figyelemre szoktassa. Mukit testi erővel sem lehetett megfékezni, rászorítani arra, hogy odafigyeljen. Muki nem tett különbséget becsületes és nem becsületes tantárgy között, minden írott szót megvetett. Hiába bizonygatta a nagyfiú, hogy a tolbamondást 2 L-lel írják, Muki azt felelte, tőlem írhatják 3-mal is. És amikor a nagyfiú szép szóval kérte, hogy mégis jöjjön el hozzá a privát órára, így szólt, nem érek rá, apa fej. Muki nem ért rá. Sürgős, halaszthatatlan játszani valója volt. A forradalmi nagy hét szerdáján 3 társával megfúrta egy hernyótalpú olajtartályát. Aztán becsület szóra csak egy órára elment mégis körülnézni, és még visszaintett tömpe hüvelykujjával az anyjának az ablakba, hogy egy óra múlva visszajövök. Mikor a Magyar utcában egy golyószóró leterítette, még megtudta a nevét, címét és a telefonszámokat mondani. Még egy fél napig élt. Azt izente, bocsánatot kér anyutól és aputól, amiért ellógott. Sípcsontja kifordítva, tüdejét, máját golyó járta át.
Csodálkozva kérdezte, nem vakul-e meg, mert nem lát. Aztán énekelt. Hangja már töredezett volt, a szavakat nem lehetett megérteni. Utoljára ezt kérte, hogy a másik oldalára fordítsák, mert emerről nem jön belőle hang. És végül... Ugye én ezt csak álmodom, néni, kérem. A Bakács tér mögött a Knézis utcai kórházban fekszik Muki. Az apja kéziszekéren most húzza az ebédlő asztalból készült koporsót, hogy beletegye és külön sírba eltemethesse. És nem lehet neki elmondani, hogy Mukit nem kell külön sírba temetnie. Muki belénk van eltemetve. Ahogy a Dózsa György húsából harapni kényszerített parasztok erében kerengett a Dózsa igazsága, úgy él és hadd tovább bennünk a gyermek hadjárat rettentő sodrú ereje. Azért születtek-e hát, hogy amit mi nem tudtunk végbevinni, amiben csak megrokkanni, elsorvadni, megőrülni tudtunk, azt játszva végbe vigyék. Kitől tanulták? Érthetetlenül állok a gyermek előtt, aki élet-halál harcot játszott, és játszva adta vissza nekünk, amit már elveszettnek hittünk. Nemzeti önbecsülésünket. Vas István, az új Tamás. És a 12 között vala egy, akit Tamásnak, a kettősnek hívtanak, és mikor azt mondta Jézus, ahová én megyek, ott legyetek ti is, tudjátok az utat, így felelt, hová mégy, nem tudhatjuk, Uram, mi módon tudhatjuk az út, merre van. És mondta Jézus a kettősnek, a szegénynek, én vagyok az út, az igazság, az élet. És majd, amikor a feltámadás után a tanítványok újra látták, nem volt közöttük a szegény Tamás, csak hallotta a test feltámadását, és mondták akkor neki, mi láttuk az Urat, és ő felelé, ha kezén a szögvertes sebet az én szemem, nem maga látja, ha be nem bocsátom az ujjamat az ő vérező oldalába, ha hozzá nem érhetek, ha hét sebét nem tapintja meg kezem, én nem hiszem. Én nem hiszem. És 8 nap múlva együtt ültek 12-en, és közöttük Tamás, a kettős, a hitetlen, és a zárt ajtón Jézus belépett, és szólt hozzájuk, békesség ti néktek. És mondta Tamásnak, hozd ide ujjadat, bocsásd oldalamba, érintsd meg te magad, a szögeknek helyét szemeddel nézheted, elhoztam kezemet, hozd ide kezedet, sóvárgó kezedet, mártsd meg hét sebemben. Légy már hívő, és ne légy hitetlen. És szólal a Tamás, megjelentél nekem, te vagy az én Uram, te az én Istenem. Mivel láttál engem, hiszed, hogy én vagyok. Akik nem látnak és hisznek, azok a boldogok, felelte Jézus Tamásnak. De én, új Tamás, azt mondom, boldogok, akik látnak, és boldog vagyok én, hogy láthatok, és
elmondhatom, hogy feltámadott, feltámadtál, sírba tett nemzetem, a hét sebedet látta két szemem, és kezeden a vasszögek nyomával megjelentél a zárt ajtókon által, a nyűvek között megmozdult a tested, a sziklakövet félre gördítetted, és eljött hozzánk a pünkösdi lélek, és értelme lett értelmetlen igéknek. Mert én voltam az a kettős, hitetlen. Azt hittem, hogy nem vagy csak a képzeletben, és hitetlen ujjamat sebedben mártva tudom csak, mi a test feltámadása, és szólni nem tudok, csak dadogok. Magyar vagyok, és köszönöm, hogy szent sebed előtt életem tornya összedőlt, s kiárad bennem boldog szégyenem, s minden szenvedélyes kételjem, a szenvedélyes értelem érvénytelen. Érvénytelen. Halottak napja, a határon át özönlenek idegen katonák, jönnek a hódítók s a gyilkosok. Magyar vagyok, és nem vagyok többé kettős, csak egy. Bizonyosság dobbantja szívemet, és értelme lett a nem értett igéknek. Te vagy az út, az igazság, az élet. Most felkérem Mezei Katalint, Ág Istvánt és Buda Ferencet, hogy fáradjanak a színpadra. Itt van előttünk ez a szép kivitelű kötet, amelynek a címlapját Orosz István, Kossuth díjas grafikus művész tervezte. A kötet egyik szerkesztőjétől, Mezei Katalintól kérdem, hogy hogy született meg ez a gyűjtemény? Körülbelül másfél évvel ezelőtt határozta el az irodalmi tagozat, a Magyar Művészeti Akadémia irodalmi tagozata, hogy 56-60. Évfordulójára egy olyan irodalmi olvasókönyvet tesz az asztalra, amelyben a magyar költészet és prózaírás 20. századi, 21. századi legjobbjai beszélnek, mondják el élményeiket, mondják el történeteiket 1956-ról. Ez az elképzelés, ez a vállalás nem lett volna életszerű, hogyha nem adódik rögtön valaki, aki elvállalja a szerkesztés nagy feladatát, hiszen át kellett nézni az 56-os napokban született irodalmat, és az azóta a megtorlás évtizedeiben, majd az utolsó 25 évben született műveket. Olá János vállalta ezt a feladatot, és valóban el is kezdte a munkát, és egészen 2016. februárjáig foglalkozott a kötet törzsanyagának összeállításával. Ehhez kérte természetesen az irodalmi tagozat alkotóinak is a segítségét, az általuk írt műveket is összegyűjtötte, és ekkor tulajdonképpen egy kényszerű szünet következett a kötet történetében, mert Olá János megbetegedett, megoperálták, és sajnos 2016. július végén meg is halt. És közben a Magyar Művészeti Akadémia pályázatot nyújtott be, és a 60. évfordulóra létrejött emlékbizottság megszavazta ennek a pályázatnak a támogatását, és a pályázatban az antológia kiadása és angol nyelvre való lefordítása is szerepelt. Így hát, hál' Istennek össze kellett szedni az erőnket, össze kellett szedni a már elkészült anyagot, és ki kellett egészíteni mindavval, amit az Olá János elképzelésében még a kötetnek tartalmaznia kellett. Itt elsősorban először volt meg a mostani
anyag, tehát a ma is élő költők, írók anyaga hozzá előkészületben össze volt gyűjtve a korabeli, tehát az 56-os nemzedékeknek a alkotásai, és ebből a két anyagból aztán sikerült megszerkeszteni és mai napig meg is jelentetni ennek az antológiának a magyar változatát, amely reményeink szerint angol nyelven is megszólal, majd két kiadója van, hát a kiadó természetesen Magyar Művészeti Akadémia, de a kiadást szervezi a Fókusz kiadó és a Hungarian Review kiadó, ez a, természetesen az angol verzió. Tehát ez a története ennek a kötetnek, és nagyon-nagyon boldog vagyok én is, hogy minden nehézség és akadályoztatás ellenére sikerült mára az asztalra tennünk. Gratulálok ehhez a kötethez. Ág István, Kossuth díjas író, költő, számos műve az 1956-os forradalommal kapcsolatos. Nem véletlen, hiszen részt vett a forradalmi eseményekben, és tudjuk, hogy október 25-én a Kossuth téri sortűzben súlyosan megsebesült. Ennek a történetét is olvashatjuk a kötetben. Milyen szerepet játszik életében, életművében a forradalom? Amikor 10 évvel ezelőtt a Napkiadó megkérdezett, hogy nem tudnék-e egy kötetet 56 évfordulójára összeállítani, akkor 3 versre gondoltam, és amikor elkezdtem tovább gondolkodni ezen, akkor rájöttem, hogy nekem az életművem 2 dologról szól, az egyik ezek közül a októberi forradalom. Tényleg a sebesülésem első napjaiban, még a kórházi szendergésben is arra gondoltam, hogy meg fogok írni belőle verset, és már ott el is kezdtem, de nem voltam elég tehetséges akkor. Már nem is volt olyan rossz az a vers, de külön verse lehetett volna velem itt kezdeni, hiszen ez a forradalom, ez november 4-e után még az emléke is úgy szét lett lőve, mint mi a parlament előtt a Kossuth téren 25-én. A lényege az, hogy én ettől a megrendüléstől, lehet, hogy ettől lettem költő, ettől a megrendüléstől, attól, hogy ki voltam centizve a barátommal, akivel megmenekültünk abból a hullatömegből, amelyik a metró építkezés, földhányás és ilyen fölvonulási épület mögött legalább 30 halottot egymás mellett. Szóval nagyon ki volt centizve a mi életünk, még úgy is, hogy a balon kabátom, ahogy szétterült, mint egy szárny, mind a két oldalát egy sorozat, vagy pedig a ilyen repesz, vannak olyan repeszek, azt mondják, amelyikek gyújtó hatásúak, tehát egy ilyen égett sorozat volt mind a két oldalon, ott voltam én középen, vagy ott voltam középen, ahol a barátom jobb keze van, amit szétlőttek valami robbanó golyóval azt is, és a másik oldalon meg a halott, akinek a kalapja a fejemre gurul, a lábamnál haldoklók mászkálnak, szóval egy pokol. Na, aki ezt a pokolt túléli, az éjjel sokáig, gondolom, és így is éltem az életemet, és egy alapvető dolgot tudok, hogy a gyilkossal nem állok szóba. Ez rám nem csak akkor, hanem még most is vonatkozik. Hála Istennek, hogy itt lehet most közöttünk.
Buda Ferencet alig 20 évesen forradalmi verseiért egy év börtönbüntetésre ítélték, de ezt követően még hosszú éveken keresztül szinte említeni sem lehetett a sérelmeket. Milyen szerepet játszott ez az ön életében és a családtagjai életében? Nos, ha szabad egy kertész hasonlattal érnen, ez egy olyan gyorsan érlelő csavarintás volt, mint amit a dinnye kertészek cselekednek meg a dinnyével, hogy hamarabb édesedjék. Ez volt a mi életünkben 56 egyebek között. Tehát az egyetfejlődésre erősen kihatott. No de hát a lényeg abban volt, hogy először szimatolhattunk meg a szabadság levegőjét, a szabadság szelét, meg az igazságét. Ebben természetesen benne volt az a fiatalság is, ami még bennünk volt. 20 évesnek lenni gyönyörűséges dolog. Annál szebb legfeljebb a 18 vagy a 21, de olyanok már nem leszünk sohasem. Az érlelődés aztán természetesen tovább tartott azzal a 5 éven keresztül, aminek a során, hát hogy is mondjam, csak a halmozottan nem is, de hátrányos helyzetbe kerültem a lassacskán gyarapodó családommal együtt. No de Isten ments attól, hogy én ezt panaszként fölhányjam a sorsnak, kiváltképpen a gondviselésnek. Szerintem, nekem személy szerint szükségem volt rá, és egyébként sem győzöm hangsúlyozni, hogy mekkora szerencsével úsztam meg azt. Megúsztam azt, hogy engem nem ért golyó. Igaz, hogy ott, ahol én voltam, csak november 4-én kezdődött a nagy hírik, hogy úgy mondjam, november 4-én hajnalban. Megúsztam azt, hogy a kihallgatáskor nem vertek, még félig sem agyon. Megúsztam azt, hogy akkor még egyedül lévén, családtalan, ellen tudtam állni a kihallgató tisztnek, amikor szelíd szóval fölkért arra, hogy ha esetleg segítségükre sietnék, visszakerülhetnék az egyetemi hallgatók sorába. Na szóval csupa szerencse az életem, és biztosan, hogy sokkal a szegényebb lennék, hogyha ez meg nem történt volna velem. És hogy látja, milyen üzenetet hordoz az 56-os forradalom a mai fiatalok számára? Ezen el kell kicsit gondolkodni. Hadd idézzem egy nálunknál nagyobb költő szavait, aki egy riportban kérdésre válaszolva a következő mondatocskát fűzte be a többi közé. Hát egyébként nagyon közeli rokon a Istvánnak, Nagy Lászlóról van szó, aki azt írta le, itt van mondta, de leírták a szabanyomán, hogy lehetőleg fölösleges véráldozat nélkül érni meg a versbéli jobb jövendőt. Magyarán szólva, ha szükség van rá, akkor álljunk ellen úgy, ahogy tudunk, de ne adja az Úristen, hogy még egyszer ilyenre sor kerüljön. Nem vagyok bizonyos benne, hogy ez a nép most is állná úgy a sarat. Bocsásson meg nekem az én népem. November 8-án köszöntötték Buda Ferencet 80. születésnapja alkalmából a Petőfi Irodalmi Múzeumban. Jó kívánságainkkal mi is csatlakozunk az ünneplőkhöz. Kívánjuk, hogy Isten éltesse sokáig, tartsa meg erőben, egészségben. Köszönöm szépen mindnyájunkat. Köszönöm szépen a beszélgetést. Műsorunkat zenével folytatjuk. Erkel Ferenc Bánkbán című operájából Rözler Orsolya Hajnalka és Balcó Péter adja elő Otto és Melinda kettősét. Zongorán kísér Tóth Sámuel.
neked szóra. Megtenni már vallomást, oly rég akartam. Herceg, ezért ostromot, mikor hagyod abba már? Üldöző, szöglátsz, útban állsz, megnese, szeplőtlen híremről megfeledkezel. Egy szót, Melinda, mindenem. Miért büntetsz engem, Istenem? Felej, hát gyűlölsz. Engedj el. Utálsz és megvetsz. Szánom bűnös lépnék. Szörnyen csalódtam benned én. Kiből? Csak benned. Hajad! Fülöp királyt meggyilkolták, gyanúba hozván engemet, s amint elmondottam neked, végtelen szenvedésimet. Oly hőszerelmi érzet, csillámlott maradj! Semmilyen sem napom, mióta láttalak, mint napfényt árvara, én csókot szomjazom. Nem rajzol szebb mesét, a tündér képzelet, mint hogyha szép szemed rám bájol van néz. Ó, halld az éjszabát, most minden énekel, a csók felel. Rabszolgát hangja sír, ó, úrnőm, légy kegyes, átfonják karjaim, hó, színű testedet. Csókunkra lesz majd a nap és a hold, irigyen elborul, felejtve minden, mi lesz és mi volt. Ajkunk meg itt a zsúr, ne várj tovább. Szavakban, áll a szívem, nem pántorul. Ó,
Kedves közönségünk, a következő összeállításunkat Pregicer Fruzsina, Rátóti Zoltán, Újhelyi Kinga, Szarvas József és Oberfrank Pál színművészek előadásában hallják. Örgény István, Fohász Budapestért. Ki itt születtem, és mégsem ismertelek, ki szerettelek, és mégis ócsároltalak. Bocsáss meg tévelygő fiadnak, dicső városom Budapest. Hogy is hihettem rólad, szülővárosomról, hogy olyan vagy, mint a többi, egy város a városok között. Jártam köveiden, s elhittem, hogy a kövezet közlekedésre való. Ültem a villamoson, és azt hittem, hogy a villamos utazásra szolgál. Számos házadban megfordultam, és azt hittem, hogy e falak közt élni, enni, inni, lakni lehet csak. Nem tudtam, hogy ezek az ablakok lőrések. E villamosokból barikádokat lehet rakni, és ezeken az utcákon rohamra lehet menni, harcolni és győzni is lehet. A kerek világon, minden térképen és glóbuson ma átírják a nevedet Budapest. Ez a szó nem várost jelöl már. Budapest ma annyit tesz, mint a tanknak neki lehet menni puszta kézzel. Budapest minden nyelvén a világnak azt jelenti, hűség, önfeláldozás, szabadság, nemzeti becsület. Minden ember, aki szereti szülővárosát, azt kívánja, légy te is olyan, mint Budapest. Kívánom én is. Légy mindörökké olyan, amilyen ma vagy Budapest. Büszke és bátor emberek anyája. Magyarok jó útra vezérlője. Az emberi fajta csillagfénye Budapest. Légy vendéglátója a világ minden nemzetének. De ne tűrj meg többé megszálló hordákat, idegen zászlókat a megszentelt falak között. Légy te is olyan, mint Budapest. Budapest! És tedd, hogy mi, méltatlan fiaid, méltók lehessünk hozzád és egymáshoz. Élj örökké munkában, harcban, füstben, és vérben, és koromban, és dicsőségben. Szabadság fővárosa. Budapest! Tamási Lajos, piros a vér a Pesti utcán. Megyünk. Valami láthatatlan áramlás szívünket befutja. Akadozva száll még az ének, de már miénk a Pesti utca. Nincs már teendő, ez maradt. Csak ez maradt már menedékül, valami szálló ragyogás kél, valami szent lobogás készül. Zászlóink föl, újjongva csapnak, kiborulnak a széles útra. Sejem színei kidagadnak. Ismét miénk a Pesti utca. Ismét miénk a bátor ének. Parancsolatlan, tiszta szívvel, és a fegyverek szemünkbe néznek. Kire lövetsz, belügyminiszter? Piros a vér a Pesti utcán. Munkások, ifjak vére ez. Piros a vér a Pesti utcán. Belügyminiszter, kit lövetsz? Kire lövettek összebújva ti megbukott miniszterek? Sem az AVH, sem a tankok titeket meg nem mentenek. És a nép nevében, aki fegyvert vertél szívünkre, merre futsz? Véres volt a kezed már régen, Gerő Ernő. Csak ölni tudsz. Piros a vér a Pesti utcán. Eső esik és elveri, mossa a vért, de megmaradnak a Pesti utca kövein. Piros a vér a Pesti utcán.
munkások, ifjak vére folyt. A három szín lobogók mellé tegyetek ki gyászlobogót. A három szín lobogó mellé tegyetek három esküvést. Sírásból egynek tiszta könnyet, a zsarnokság gyűlöletét, s fogadalmat. Te kicsi ország, el ne felejtse, aki él, hogy úgy született a szabadság, hogy a Pesti utcán hult a vér. Géretz Attila, karácsonyi ének a börtönben. Szürke falakon túl messze. Gyertyák gyúlnak. Ünnepi harangok imára kondulnak. Komor szájunk szélén keserű vonások. Hallod, Názáreti? Súlyosak a láncok. Lüktető városok élete csendesül. Millió gyűlölet könnyekké szelidül. Kiégett szívünkön már nem csordul bánat. Hallod, Názáreti? Megtörték a vágyak. Kacagó kicsinyek ámuló szemekkel, derűs emberpárok zsolozs más énekkel. Hajlott hátunk, bűnös alázatra görnyed. Hallod, Názáreti? Vedd el életünket. Fia képe előtt leboruló asszony drága vonásain torzul a fájdalom. Könybefult hangjában mély kínok zihálnak. Hallod, Názáreti? Segítsd az anyánkat. Nedves zárkák alján összeroskadt árnyak, fásult, néma vágyjal, szent csodára várnak. Vasrácsokon által halvány fényre néznek. Hallod, Názáreti? Peregnek az évek. Tágult pupillákon tébolyult kín lángja. Négy zokogva készül a mártír halálra. Torkához kap, s felsír álmában a gyermek. Hallod, Názáreti? Apámat ne engedd. Megtiport országon dühöng szilaj átok. Neved rohadt düvelócsárló pofájok, káromolva töri csendjét a szent éjnek. Hallod, Názáreti? Megbocsátunk. Érted? Túl a szitok zaján felcsendül az ének. Zúg, dagad, hömpölyög, felújjong a lélek, megrendül a börtön, recsegnek az árak, raptorkok harsogják szerte a világnak. Dicsőség Istennek, békesség a népnek. Hallod, Názáreti? Hozzád száll az ének.
Füst Milán. Emlékbeszéd az elesett hősök sírja felett. Barátaim, annyi szenvedésben és új nagy reménységekben társaim, hallgassatok rám. E hősöket, akik itt feküsznek némán, fenkölt lelkük elszántságától még mindig összeszorított szájjal, e hősöket sok mindenért siratja és magasztalja most e nagy világ. Dicsérik mindenek előtt páratlan, soha el nem képzelt bátorságukat, amelyel ennek az egész nagyvilágnak példát mutattak, hogy az ilyen szegény kis ország hű fiainak mind kell szeretniük a szabadságot és a hazát, de példát mutattak kitartásban és erőben is, vagyis tűzük nem volt szalmaláng. Ők nem futamodtak meg a harckocsik és ágyuk dübörgése elől. Ők gyengéd, fiatal mellükkel állva maradtak a vas előtt, küzdöttek utolsó percükig, és meghaltak. Mindebben a dicséretben és gyászban megtört szívemmel én is osztozom. Magam is lehajlok hozzájuk, mint ti, hogy könnyeimmel árasszam el sápadt fiatal arcukat, és immár sajnos örökre önfeledt szívüket. De nem csak ennyi a mondani valóm most. Megfáradt öreg vagyok. Sok mindent láttam hosszú életem során. De ilyet még soha. És ezt a csodálkozásomat akarom itt elétek terjeszteni, barátaim. Arról a soha nem látott fegyelemről akarok szólani, amely ebben a forradalomban megnyilvánult. És ez a fegyelem nem csak abban mutatkozott meg, hogy rablás sehol sem történt, közismert tény, hogy a kirakatok betört üvegablakai mögül senki se lopkodta ki az árut. És már maga ez a körülmény is minden elismerésünket megérdemelni, de még csak nem is ebből áll az a csoda, amely engem létem alapjaiban olyannyira megrázott, és amelynek emlékét a síromba is el akarom vinni magammal. A politikai meggondoltság és okosság, a politikai mérséklet, valamint a forradalmároknak embertársaik iránt való szolgálat készsége és szívbéli jó akarata volt az a csoda, amely újra feltámasztotta szívemben minden szeretetemet honfitársaim iránt. Mert ezek a fiúk és ez az egész nép nem nagy birtokosok után kiáltozott, nem vagyonokat akart harácsolni magának, nem egy megunt dinasztia here főhercegeit akarta visszakiáltani ide, nem a főnemeseit reklamálta. Ebben a tisztes és tiszta és fegyelmezett, tehát gyönyörű forradalomban egyetlen önző vagy fasiszta hang nem hallatszott, és ez az, amire én nagyon büszke vagyok, amit nem akarok többé elfelejteni. Ó, bizony, ez anyagi szempontból szerény igényű forradalom volt. Sírnivalóan szerény, és amellett magasztos, mert anyagiakban csak a szerény megéletésért küzdött, és amellett a lélek legfontosabb javaiért. Melyek azok? Az igazi demokrácia és igazi szabadság. Vagyis nyíltan ki kell hát mondanom a szót, hogy ez a forradalom voltaképp le sem tért a legjobb értelemben vett szocializmus útjáról. Fegyelmezettsége olyan volt, mint a legjobb akaratú és legjobban képzett munkásoké. Tudatos volt, okos, határozott. Elrablott életét követelte vissza és emberi méltóságát. És nem ragadtatta el magát a méltóság teljes szerénység és mérséklet útjairól. És minden túltengést elnyomott, és semmiféle szélsőséget szóhoz sem engedett.
És ez az, barátaim, amin, ha jól meggondoljátok, velem együtt könnyet ejthettek valahányon. Illetve most látom csak, mindez még nem elég ahhoz, hogy lelki állapotomat nagy eseményekkel kapcsolatosan jellemezzem. Azt a vallomást kell itt tennem mindenek előtt, hogy én már-már nem is nagyon bíztam e nemzet élet erejében. Megtört, fáradt, agyon gyötört nép, ezt gondoltam, és ez a hiedelmem nem is mai keletű. Közel 30 éve annak, hogy Németországban egy igen magas rangú úrral beszélgettem egy délután. Nem volt nagyon okos ember, de történelmi tájékozottsága nagy volt. Ez a nagy úr akkor így szólt hozzám. Minden olyan nép, amely sokáig élt rabigában, jellemileg végül is elfajzik. Nézze meg a lengyel és magyar főrendeket. Nem hazaáruló volt-e legnagyobb részük, és évszázadok óta? Nem a bécsi és egyéb udvarok körül settenkedtek, szorgoskodtak? Nem úgy van-e, hogy fölcserélték anyanyelvüket, hogy nagyúri haszonért, földbirtokokért, méltóságokért árulták el hazájukat, szegény nemzetük minden nemű szabadság törekvéseit? És milyen vitéz kötésesek, helyehúja hencegők! Egy magyar báró nagyobbat fúj magából odakint, mint a mi nagyhercegeink. És van-e maradibb, csökönyösebb, gőgösebb és kegyetlenebb rabszolgatartó a lengyel nemességnél? Ilyeneket mondott, és nekem azt kellett hinnem, hogy igaza van. És mindez utóbbi időkig azt mondtam magamnak, hogy igen, az én szegény népem jellemileg csak ugyan végleg megtört évszázados mindenféle lealázottságában. Mindenbe belenyugszik ő már, mindennek behódol. Mélyebben ember már le nem hajthatja fejét, mint az én szegény, agyon gyötört magyar népem. És hányszor sírtam el emiatt is öregségem könnyeit. A tatár, a török, a német, aztán megint csak a német. Hogy is maradhat meg ez az árva kis nép a Duna és Tisza áldott és átkozott közén, amely úgy látszik minden szomszédos hatalom érdekeinek oly kecsegtető és csábító mezeje? Hogy is menthetné létét másként, mint hogy hízeleg, alászkodik, mindenbe belegyugszik, és mindenkor túl teljesíti azt, amit a hatalmak követelnek tőle. Ezt gondoltam mindeddig. De most megalázottságomból fölemelem végre a fejem, és másképpen beszélek. Mert a lengyelek, ó, a lengyelek is, amit már sosem hittem volna róluk, ők is a szabadság szeretetet, olyan lángcsóváit vetették ki magukból, hogy megállt az emberben a szív, hogy ki akart szakadni belőle a lélek, hát még a mieink. E drága halottak életüket áldozták azért, ami az embernek legnagyobb kincse. Hazájukért és szabadságukért. És mi megmaradottak, életünket akarjuk áldozni azért, hogy az ő ideáljaikat végre valóra váltsuk. Én öreg életemet szívesen dobom oda érte, s ti fiatalabbak, a könnyeiteket látom, nem akartok mögöttem maradni. És már most, mégiscsak, hogy történhetett ez a csoda, hogy a két századok óta szenvedő nép egyszerre így erőre kapott, a vulkánok erejére, és az üstökösök fényével tündökölt. Nem tudok erre más magyarázatot, mint azt, hogy ez a drága ifjúság úgy ott, mint itt, nem főurak elkényeztetett gyermekeiből állt össze, nem is a pöffeszkedésre, gyűlölködésre, mindenkor kész gentle gyerekekből, hanem a nép viszontagságokhoz szokott gyermekeiből, a mai egyetemi ifjúságból, paraszti, munkás és polgári családokból származó diákok ők, akik a tisztaságnak, becsületnek és emberiességnek és jóságnak
ezt a legszebb forradalmát csinálták Magyarországon, a munkásokkal és a népi katonassággal összefogva. És én most arra kérlek benneteket, véssétek szívetekbe és elmétekbe, hogy ez így történt. És miután könnyeitekkel már megöntöztétek a sírokat, és őszi lombokkal is beborítottátok, vagyis gyászoló szív parancsának eleget tettetek, menjetek most némiképp megenyhült szívvel haza. És majd meglátjuk, hogy mi lesz. Buda Ferenc, 15-20 éves halottak. Kiontott véreim, támadó tűz voltunk, hűs halottak lettünk. Hajnaló hitünkről fegyverforgó kézzel tanúságot tettünk. Gyermeki karunkba ereje gyülem lett forró férfikornak. Csillagos oldalú, tűzokádó tankok felnőtté tiportak. Golyóverte testünk lankadó lankái, hol anyaggá hűlnek. Gránátot markoló kimarjult karjaink jéggé merevülnek. Sebeink nyitottak, nyírkos kövön fekszünk, most már nem verekszünk. Égő, túlvilági benzines palackok lángjánál melegszünk. Illyés Gyula, egy mondat a zsarnokságról. Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van. Nem csak a puskacsőben, nem csak a börtönökben, nem csak a vallató szobákban, nem csak az éjszakában kiáltó őrszavában, ott zsarnokság van, nem csak a füstsötéten lobogó vádbeszédben, beismerésben, rabok falmorzejében, nem csak a bíró hűvös ítéletében bűnös, ott zsarnokság van, nem csak a katonásan pattogtatott vigyázban, tűzben, a dobolásban, és abban, ahogy a hullát gödörbe húzzák, nem csak a titkon félig nyílt ajtón ijedtem besuttogott hírekben, a száj elé hultam pisztjelző újban, ott zsarnokság van, nem csak a rács szilárdan fölrakott arcvonásban, se rácsban már szótlan vergődő jajsikolyban, a csöndet növelő néma könnyek zuhatagában, kimerett szembogárban. Ott zsarnokság van, nem csak a talpráltan harsogott éjjenekben, hurrákban, énekekben, hol zsarnokság van, ott zsarnokság van, nem csak az ernyedetlen tapsoló tenyerekben, a kürtben, az operában, néppoly hazugharsányan zengő szoborkönekben, szívekben, képteremben, külön minden keretben, már az ecsetben, nem csak az éjben halkan sikló gépkocsi zajban, s abban megállt a kapuajban, hol zsarnokság van, ott van, jelen valóan, mindenekben, ahogy rég istened sem. Hol zsarnokság van az óvodákban, az apai tanácsban, az anya mosolyában, abban, ahogy a gyermek idegennek felelget, nem csak a szöges drótban, nem csak a könyvsorokban, szöges drótnál jobban butító szólamokban,
az ott van a búcsú csókban, ahogy így szól a hitves, mikor jössz haza, kedves. Az utcán oly szokottan ismételt, hogy vagyok, van a hirtelen puhában szorított készfogásban, ahogy egyszer csak szerelmed arca megfagy, mert ott van a légyodban, nem csak a vallatásban, ott van a vallomásban, az édes szó mámorában, mint légy a borban, mert álmaidban sem vagy magadban, ott van a nászi ágyban, előtte már a vágyban, mert szépnek csak azt véled, mi egyszer már övé lett, vele hevertél, ha azt hitted, szerettél. Tányérban és pohárban, az ott van az orban, szájban, hidegben és homályban, szabadban és szobádban, mintha nyitva az ablak és bedől a dögszag, mint a házban valahol gázfolyás van, ha magadban beszélgetsz, ő a zsarnokság kérdez, képzeletedben se vagy független, fönt a tejút is már más határsáfol a fénypásztáz, aknamező, a csillag kémlelő ablak, a nyüzsgő égi sátor, egyetlen munkatábor, mert zsarnokság szól lázból, harangozásból, a papból, kinek gyónol, a prédikációból, templom, parlament, kínpad, meg annyi színpad, hunyod, nyitod a pillád, mind azt tekint rád, mint a betegség, veled megy, mint az emlék, vonat kereke hallod, rab vagy rab, erre kattog hegyen és tenger mellett, be ezt lehelled, cikáz a villám, az van minden váratlan zörejben, fényben, a szív hökkenésben, a nyugalomban, a bilincs unalomban, a zápor zuhogásban, az égig érő rácsban, a cellafal fehéren bezáró hóesésben, az néz rád, kutyád szemén át. És mert minden célban ott van a holnapodban, gondolatodban, minden mozdulatodban, mint víz a medret, követed és teremted, kémlelődsz ki a körből, ő néz rád a tükörből, ő les, hiába futnál, fogoly vagy, s egyben foglár, dohányod zamatába, ruháid anyagába, beivódik, evődik, velődik. Eszmélnél, de eszme csak övé jut eszedbe, néznél, de csak azt látod, amit ő eléd varázsol, s már körbe lángol, erdőtűz gyufaszálból, mert amikor ledobtad, el nem tiportad. S így rád is ő vigyáz már gyárban, mezőn, a háznál, és nem érzed már mi élni, hús és kenyér mi szeretni, kívánni, karot kitárni. Bilincseit a szolga maga így gyártja, s hordja, ha eszel, őt növeszted, gyermeked, neki nemzed. Mert ahol zsarnokság van, mindenki szem a láncban, belőled bűzlik, árad, magad is zsarnokság vagy. Vakontként, napsütésben így járunk, vaksötétben, s feszengünk kamarában, akár a Szaharában. Mert ahol zsarnokság van, minden hiában, a dal is, az ilyen hű, akármilyen mű. Mert ott áll, eleve sírodnál, ő mondja meg, ki voltál. Porod is neki szolgál. A szünet előtt hallgassunk ismét zenét Erkel Ferenc Bánk-Bán című operájából, Melinda áriáját, Rőzer Orsolya Hajnalka, a Bordalt Bátki Fazekas Zoltán, a Hazám Hazám című áriát pedig Balczó Péter adja elő, zongorán kísér Tóth Sámuel. Hallelujah.
férfi lelkedet egy hölgyre föltevít, az üdvösségedet könnyel, mint épiszít. Hazug szemében hord mosolyt és átkozott könnyít, s míg a szívedben vágyat volt, ez égő sebedét. Gondold meg is, így áll, örökké a világ se vál, eloszlik, mint a buborék, maradt, mi volt a pusztalék, maradt, mi volt a pusztalék. Így áll, így áll, így áll, eloszlik, mint a buborék, maradt, mi volt a pusztalék, maradt, mi volt a pusztalék. És a bor agyadban frigyerre lép, lassanként felderül az élet puszta kép. Gondolj merészet és nagyot, és tedd rá éltedet, nincs veszve pármi sors alatt, ki el nem csüggedett. Gondold meg is, így áll, örökké a világ se vál, mert amíg áll és amíg él, rott vagy, javít, te nem enyél, rott vagy, javít, te nem enyél. Így áll, így áll, így áll, mert amíg áll és amíg él, rott vagy, javít, te nem enyél, rott vagy, javít, te nem enyél. Oh!